Gál Mihály vagyok, egyike azoknak, akik nem hitték el, hogy 4 nap alatt meg lehet tanulni rajzolni. Családi program kedvéért iratkoztam be 2 lánytestvéremmel. Hangosan viccelődtem rajta, kíváncsi vagyok én arra a csodára, hogy engem megtanítanak rajzolni. És a kétkedőből rajzszerelmese lettem. Éjjel-nappal rajzoltam szinte mindent, állatot, növényt, alakokat, de legfőképp orszékat. Ez a téma az emberi arc első helyen áll, szeretem rajzolni, festeni. Majd hiányozni kezdtek a színek, jelentkezett ismét a család a tanfolyamra, mégpedig a pasztel alapra. Új élmény, az alakok után a színek is elvarázsoltak, majd kíváncsi lettem a festésre is, ecsetkezelés és ecsetforgatás fortéjaira. Ehhez online oktatófilmet vásároltam a Valtulartól. Új anyag, új technika, új élmények, próbálkozások és sikerek. 2 évvel az első alaptanfolyam után kiállítást szerveztem grafikáimból. 66 darab portré, csak portré, mondtam, hogy szeretem. Az idősodrása címmel újszülöttől a nagyszülőkig, kor szerint körbe raktam a képeket a falon, egymást érték, ezért nem került fel több a falra, és nem lett részese a kiállításnak. Hatalmas érdeklődés volt, rokonok, barátok és munkatársak jöttek megnézni, mit csinál az, aki mindig rajzol egy ideje. Támogatást is kaptam hozzá Pétertől, eljött, és a megnyitó beszéddel megtisztelt engem, a kiállítást és a közönséget. Leírhatatlan élmény, amit akkor kaptam a nézőktől, életem egyik legszebb napjává vált. Mondanom sem kell, a folytatás egyértelmű volt. 2016-ban a Kiskohalasi Művelődési Házban történtek után, 2017-ben már 6 kiállításon vettem részt, amelyből 2 egyéni volt, többi csoportos. 2018-ban szintén 6 kiállítás, 3 egyéni. 2019-ben, amit mögöttem látható, a 4. kiállítás, ebből 3 egyéni és 1 közös volt. Az év hátralévő részében 5 egyéni és 3 közös tárlat van leegyeztetve, megszervezve. 2020. januárjában, márciusában és májusában már van kiállításom. Most a sikereimet sorolom, nem téveszve szem előtt, hogy ez mind a Valdoraknak köszönhető. Ők indítottak el ezen az úton, én a lendületet és a lelkesedést adtam hozzá. Rám ékes példám és a felsorolt eredmények mind bizonyítékok sora a lehetetlen, lehetséges voltára. És még egy nagyon nagy eredmény, amire büszke vagyok, és szintén osztozom vele Péterrel és Andival. 2019. március 1-én a Római Sas Birodalma és Rend a magyar kultúra lovagjává avatott.